láthattunk, amely előben nem volt eltervezve. Ez egy összhadanőnemi gyakorlat, amikor a különleges erők és a hagyományos erők egyszerre légierővel támogatva végeztek egy különleges műveletet nagy sebességgel, nagy dinamikával. Nyár folyamán elrendeltem a honvédség készenlétének fokozását, ami azt jelenti, hogy a haderő fölkészül egy esetleges katonai cselekményre, a haderő fokozza a készenlétét. Háború dúl a szomszédunkban, és a déli határaink felől folyamatosan érkeznek a illegális bevándorlási kísérleti szándékkal emberek. Ez egyszerre két olyan biztonsági kockázat, amely katonai elemeket is tartalmaz, és Magyarországnak erre fel kell készülnie, folyamatosan követnünk kell az eseményeket, nem várhatunk tétlenül, és a dolgok elébe kellett vágnunk.